Szervusztok! Mácsiknél Szabó Noémi vagyok. Szeretettel köszöntünk benneteket a mai estén. Vágási Aranka és Kovács András Zafir menedzsereknek a csoportjában. A héten már nagyon sok információt kaphattatok a Foreverrel kapcsolatban. A hétfői napon a termékekkel kapcsolatban osztottunk meg veletek információkat. A mai napon pedig Varga Kati és csoportjának a sztoriát hallgathatjátok meg. Kati 2004-ben ismerkedett meg a termékekkel, és az üzlettel pedig 2016-ban kezdett el foglalkozni, amikor az eddig szerzett terméktapasztalait megosztotta a vendégeivel, hiszen Katinak egy fodrászszalonja van, és a sok tapasztalatot begyűjtve úgy gondolta, hogy elindul ezen a Forever vállalkozásnak az útján. Fogadjátok sok szeretettel Varga Kati szupervájzort és csapatát. Sziasztok, köszönöm szépen a bemutatást. Igen, én 2016-ban kezdtem el, egy egészségügyi kihívásom volt, úgy ismertem meg Kisné Szalai Böbét, a szponzoromat, és ma már a két vállalkozást együtt viszem, de természetesen szeretném csak a Forevert csinálni majd a későbbiekben. A kis csapatomban most 4-5-en itt is vannak, és szeretném nektek bemutatni elsőnek Hideg Marikát, akinek egy infraszép stúdiója van. Én 5 éve ismerkedtem meg vele, jártam oda edzeni, majd elkezdtünk beszélgetni. Marika egyébként nagyon egészségesen él, illetve nagyon aktív, és egy 9 hónapos kisbabája van. Csinálja az infraszép vállalkozást, mellette a Forevert, minden nap szinte beszélünk, nagyon aktív, nagyon-nagyon szeretne ebből is megélni, de és akkor szeretném, ha Marika itt van, akkor szóhoz juttatni. Marika? Itt vagyok, sziasztok! Oké, itt vagy, itt vagy. Na, üdvözöllek. Azt szeretném megkérdezni, hogy mi volt az, amiért úgy érezted, hogy ez a vállalkozás, mint a Forever, hogy ez neked jó lesz? Meg egy picit magadról, mivel foglalkoztál előtte? Hát, sziasztok, köszönöm, hogy itt lehetek. Én, hát ahogy mondtad, igen, körülbelül 5 éve ismerkedtünk meg, és nagyon örülök, hogy veled összefutottam. Én korábban egyébként pénzügyi területen dolgoztam, hol könyvelőként, hol vezetőbeosztásban, a végén a reptérről jöttem el, és belevágtam, igen, egy teljesen más életmódba, és teljesen új lehetőséget próbáltam ki a sport területén, és így az egészséges életmód területén. Hát, de miért váltottál, kevesebb. Marika? Marika, azt mondd el, hogy miért váltottál, mert én tudom, hogy miért jöttél el a Maléftól, vagyis hát abból a környezetből, vagy abból a munkából. Hát, a pénzügyi területen, könyvelésen az egy őrült mókuskerék. Egyébként nagyon szép karriert futottam be, mert tényleg vezetőbeosztásban mondtam azt a végén, hogy köszönöm szépen, nekem ez elég. Hát a rengeteg stressz, a folyamatos határidők, az adhok jellegű feladatok, igazából ezek halmozódtak így össze bennem évek alatt, és mondtam azt, hogy ez elég, és egy kicsit más területen próbálnám miért, meg magamat. Miért a Forever? Hát ugye, ahogy jött az infrastúdió, ott ugye olyan emberekkel találkozom, akiknek egyébként is vagy súly problémájuk van, vagy egyéb más jellegű problémáik vannak, és így össze tudom egyeztetni a kettőt, hogy segítek nekik az egészséges életmód felé venni az irányt, és össze tudom hangolni igazából a Forever-t az edzésekkel, és így az egészséggel. És én tudom rólad, hogy kisbabával együtt ugye viszed a két vállalkozást, ezt hogy szoktad megoldani? Mert én tudom, meg látom. Hát, egyébként annyiban kijavítalak, hogy még csak 7 hónapos, nem 9, de, okay. De ez a 2 hónap úgyis nagyon hamar el fog telni. Hát
viszem magammal a kis csöpséget, és bent vagyunk együtt a szalomban. Nagyon szeretik a vendégek, mindenkinek mosolytja az arcára, és együtt oldjuk meg a feladatokat. És azt mondjuk el, hogy szoktunk ott bemutatózni, és ő is részt vesz ezen, ugye, a kisbabával, eddig senki nem zavart, sőt, én úgy tudom. És még egyet szeretnék kérdezni, mi a célod itt a Foreverben? Mit szeretnél elérni? Amiért csinálod? Én elsődlegesen most odáig szeretnék eljutni, hogy a szalomban ne kelljen fizikálisan bemenni, dolgozni, hanem tényleg csak így segíteni az embereknek, tehát konzultálni és támogatni őket. Most első körben így ez lenne a célom, és akkor így folyamatosan fejleszteni a Forever-t is mellette. Azt megdicsérlek, mert tényleg napi szinten beszélünk, és annyira jó veled együtt dolgozni, hogy hihetetlen. Köszönöm szépen. Én és akkor is most köszönöm. Mész a kisbabához, ha minden. Igen, én megyek most fürdetni, megetetni, úgyhogy további jó, minden jót nektek. Köszönöm. Sziasztok! Ja, a következő hölgy, ő szekeresné Bicskei Ági, remélem ő is itt van valahol. Vele igazából 10 éve ismerkedtem meg, és a Covid alatt elkezdtünk beszélgetni, mert ő nagyon ráért, meg én is, és akkor így online. És szólni kell Ágiról, hogy egy picit zárkózott volt, egy kicsit visszahúzódó, de úgy éreztem már akkor, hogy mi nagyon jól fogunk így együtt dolgozni. Egyébként most még van 3-4 napunk, hajtunk ugye a supervisory szintre, szóval mindenki neked drukkol, Ági, küldjük a kis pozitív energiánkat. Ági nagyon-nagyon belelendült, teljesen, tökéletesen azt csinálja, amit velem, illetve mentorunkkal, Lérán Karcsival átbeszélünk, a férjet támogatja mindenben, a fia is, aki egyébként sportember, és akkor Ágikám, ha itt vagy, akkor szeretnélek megkérdezni, hogy mesélj arról, hogy mivel is foglalkozol még most. Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Hát most még egyelőre eladó vagyok egy bútorokat forgalmazó multinál. Igen, és azt mondd el, hogy miért kezdtél el velem akkor így közösen, mi volt az indok, amiért egyáltalán elfogadtad azt, hogy én így invitáltalak? Hát először is, hogy a 10 éve ismerjük egymást, mindig figyeltelek, hogy mennyire energikus vagy, mennyire pöröksz, és nem tudtam, hogy mi ez. Aztán ugye, amikor beszélgettünk, akkor ugye a Forever termékekről, akkor elkezdett érdekelni ez a dolog. Nekem is voltak egészségügyi kihívásaim, ugye akkor megkerestelek egy termékkel kapcsolatban, és akkor kezdtünk el jobban beszélgetni. Igen, akkor a Covid alatt én is itthon maradtam, az első hullám alatt, és akkor is termékekkel kerestelek meg, hogy szeretnék egy pár terméket, és akkor éppen keresésbe voltam amúgy, hogy valami mással akarok foglalkozni, és akkor felajánlottad a lehetőséget, és akkor utána meghívtatok egy webinárba, amit dr. Fábián Mária tartott. Engem mindig is érdekelt a fűben fában orvosság, ugye anyukám erre megtanított, és akkor döntöttem el, vagyis utána volt egy beszélgetésünk, 3-an beszéltünk Böbével, és akkor így megfogalmazódott bennem, hogy ez lehet az én utam. Mi és a akkor elindultam egy testdobozzal. Így van. Belecsaptunk a lecsóba. És mi a jövőképed ebben a vállalkozásban? Jövőképpen? Hát hát engem megfogott akkor az, hogy mondtátok, hogy örökölhető ez az üzlet. És hogy a fiamnak végül is, hogyha én felépítem ezt az üzletet, akkor megörökölheti, tudom őt támogatni is, amúgy is, hogyha esetleg felépítem azt, amit én elterveztem. Hát nagyon drukkolunk neked, még van pár napunk, de ott vagy, én tudom. Köszönöm szépen.
És akkor a következő hölgy a csapatomban, ő Eke Csilla, ő férjével építi az üzletet, férjével jöttek át Magyarországra, két fiú gyermeknek az anyukája. Csilla egy kicsit visszahúzódó, de amikor úgy érzi, hogy nem megy, akkor megy neki a legjobban, ezt nem tudom, hogy csinálja, de együtt haladunk, és őnek is én úgy tudom, hogy nagyobb céljai vannak. Itt vagy, Csilluka? Nem látlak. Itt vagyok, csak sajnos a kamerám nem jó. Valami nem jó a Zoomban, nem tudok. Nem baj, hallunk téged. Ez a lényeg. Ugyanez a kérdésem neke, hogy mivel foglalkozol. Húha, valaki. Metrón ül. Igen. Mivel foglalkozol, Csilla, így a Forever mellett? Én is egy nagy multinál dolgozom, lakberendezési áruház. Ugyanott, ahol a szponzorom a Bicskei Ági, Szekeresné Bicskei Ági, ott ismertem meg az Ágit, és hát most már lassan 2 éve, hogy csatlakoztam a csapathoz, és egészségügyi kihívások miatt, ugye az egész család a padlóra került így hirtelen, és hát ez nagyon jó terméktapasztalatok lettek itt, és akkor először még nem láttam, hogy hogy lehet ebből esetleg pénzt keresni, vagy ilyesmi, aztán egyre csak figyeltelek titeket, eljártam rendezvényekre, és akkor most nem olyan rég érzem azt, hogy igen, most valamire ráéreztem, és hogy szeretnék ezzel foglalkozni. Ez így van, a rendezvénynek eszméletlen nagy ereje van. Én tudom, hogy a Start találkozón ott voltál férjeddel, a Ne felejts utcába, és valóban onnantól, mintha fényt kaptatok volna, ennek nagyon-nagyon örülök. És mi a célod vele, ezzel a vállalkozással, a hosszú távú célod? Hát én a 2 gyerekem miatt csak 4 órába dolgozhatom, és hát szeretném kiegészíteni a fizetésem, most ez eléggé rövid távú cél. Most meg szeretném csinálni a supervisory szintet, szeretnék összerakni egy szuper supervisory csapatot, és aztán anyagi függetlenséget, hogy ne függjek ettől a multitól, mert egyre rosszabb ott az élet, és hogy férjem is abba tudja hagyni az építőipart, mert most már látom, hogy fizikailag is és szellemileg is nagyon, nagyon megterheli őt. Köszönöm szépen, Csilluka, és neked is ugyanúgy drukkolunk, tudod, ott vagyunk melletted, segítünk mindenben. Köszönöm szépen, ne viccelj. És akkor a 4. hölgy, Légrádi Irma, őt képzeljétek el, 2 vagy 3 éve az interneten ismertem meg egy zárt csoportba, feltette egy kérdést, és én válaszoltam rá, így indult a mi kapcsolatunk. Aztán, mivel Irmától én 80 kilométerre lakok, ez így is maradt ez a kapcsolat. Tudni kell róla, hogy mellékállásként masszőr, én imádok masszíroztatni, így volt közös témánk, elkezdtünk a termékekről, és tulajdonképpen Irma így egyszer csak tavaly novemberben így berobbant az én életembe, és azóta már többször találkoztunk személyesen is, és akkor ha itt vagy, Irma, akkor szeretném kérdezni, mivel foglalkozol most, és hogy miért érezted úgy, hogy itt csatlakozol hozzánk. Sziasztok, Légrádi Irma vagyok. Én a szociális ellátórendszerbe dolgozok. Én már 20 éve ápolóként dolgoztam idősekkel, most fogyatékkal élőkkel. Nem könnyű. Egyébként se könnyű emberekkel foglalkozni, ezekkel az emberekkel, meg tényleg megterhelő. De mindazonáltal én szeretem a munkámat, tehát én szeretek,
szeretem az embereket, szeretek nekik segíteni, és mindig annak a lehetőségét keresem, hogy hogyan tudnék még többet segíteni, még. És innen jött az ötlet, hogy akkor én másodállásba masszőrködök. Nyilván a pénz is, hát aki ismeri a szociális szférába a fizetéseket, meg egyébként is, az tudja, hogy nyilván az elég karcsú. Tehát valamit kerestem, amivel kiegészítem a jövedelmemet, és nagyon imádom, nagyon szeretem azt is. És akkor volt egy egészségügyi problémám, amikor Katival megismerkedtünk online, és segített, és én sokáig, egy 2 évig szinte csak a termékeket fogyasztottam, és akkor egyre jobb tapasztalat, egyre több terméket megismertem, és nagyon jó tapasztalataim voltak ezekkel a termékekkel, és itt csak néha beszéltünk, elmondtam, ajánlott valamit, jó, majd kipróbálom, és valahogy a télen megtalálta Kati a nyomógombomat, nem tudom, hogy magam sem, egyszer csak mondom neki, hogy szerintem nekem összejön a 2 pont. Vágjunk bele. Igen, azt mondd el, hogy 2 évig nem volt meg a 2 pontod. Aztán 2 pontos lettél. Igen. Hát és aztán rögtön... És akkor egyszer csak mondja, hogy de hát figyelj, hát hogy ez ebből lehetne pénzt keresni, és akkor úgy egyszer csak így megvilágosodott nekem így ez, hogy igen, hát akkor ez pénz is lehet keresni, akkor meg annál jobb. És hallgatsz hanganyagot, ugye? Hallgatsz hanganyagot. Hanganyagot hallgatsz. Igen. Én tudom, hogy ki a kedvenced. Igen, és ezt akarom mondani, hogy egyébként az a közeg, ahol mi megismerkedtünk Katival, az ugyan ezt tűzte a zászlajára, mint a Forever. Tehát ugyan ezt tűzte a szeretetet. Tehát, hogy az, és én azt mondom, hogy nekem az egész életem ezt példázza, jó ápoló, csak jó ember lehet. Át kell, hogy jöjjön a szeretet. Egy masszőr nem lehet jó masszőr, ha nem érzik a vendégei, hogy tehát nem tudsz hozzányúlni, nem tud azt az energiát, át kell, hogy add. És itt is megtalálom azt, én nem tudok úgy egy terméket ajánlani, hogy abban ne legyek hiteles, hogy én magam ne higgyem el, hogy az jó, hogy én azzal segíteni akarok. Mi a célod? És ez tényleg, igen, hogy én ezt tényleg segítek. Én egy kozmetikai cégnél voltam. Célod? A célod az, hogy hát nyilván az anyagi függetlenség, tehát hogy le tudjam azért tenni az alkalmazotti létet, bármennyire szeretem, azért jobb szeretnék a magam ura lenni teljes egészébe. Hát, na, igazából. És akkor itt van a lányod, Bogi, igen. Aki te 2 pontosod. Szia, Bogi. Szeretném bemutatni is a csapatunkban. Át is adom, mert neki átadom. Nem jó a mikrofonja. Oké. Gyere, Bogikám. Bogi 24 éves, elmondhatjuk a titkot, hogy mindjárt 25 vagy, de 24. Bogi egyébként alkalmazottként dolgozik, nagyon tanulékony, küldjük a videót, nekik ugye 80 kilométerre lakunk egymástól, tanulja, sőt, tudom nagyon jól, hogy egy kicsit gátlásos, csendes lány, de most már próbál ismerkedni emberekkel. Az lenne a kérdésem, Bogi, hogy miért érezted úgy, hogy ezt csinálod pár percben, és hogy mi a jövőképed ebben a vállalkozással? Hát, sziasztok! Bogi vagyok, 24 éves, és én bolti eladóként dolgozok. Hát, amiért én elkezdtem, az ugye a fizetésem mellett, hogy kiegészítsem valamivel, mert keveslem a pénzt nyilván. Meg nem is régóta csinálom, hát kb. Egy hónapja kezdtem el használni a termékeket, de már most akkora... Tehát sokkal van tapasztalatod. Igen, tehát nagyon jó, tényleg, tehát én is látom. Nyilván még tanulnom kell ezekről a termékekről, mindenről, de már most őszintén tudom ajánlani mindenkinek, amiket ugye eddig kipróbáltam. Hát... A jövőre nézve viszont nyilván szeretnék
anyagi függetlenséget, mármint hogy ha később kisbabám lesz. Tehát, hogy mindent meg tudjak neki adni, ott tudjak vele lenni. Szerintem. Te vagy a legfiatalabb a csapatunkban, de nagy-nagy örömöm, mert tényleg annyira tanítható vagy, hogy hihetetlen, szóval, hogy küldöm az anyagot, tudom, hogy használod, hallgatod. Köszönöm szépen, és akkor az utolsó kedves kis csapatagon, persze többen is vannak, csak az idő szűke miatt nem tudjuk a többieket bemutatni. Ő Erős Júlia, remélem Julika itt van. Julika egy régóta fiatal, de mi 40 éve legalább ismerjük egymást. Egyébként korcsolya edző, illetve mindenféle sportban ott volt, vagy ott van még most is, és tanulja ezt a szakmát, ezt a vállalkozást. Julika, itt vagy? Még a hétnapos sportokat is eltávolítja a hideg tisztet. Julika! Vásárolj röptelenkedő termékeket a tesztóban 8000 forintért, és tudom. Valakinek be van kapcsolva a mikrofonja. Viszont Julikáé meg nincsen. Julika, kapcsolt be a mikrofon jelet. Igen, most lehet hallani? Igen. Igen, most lehet? Igen. Jó, itt vagyok. Na, elmondtam róla, biztos hallottad, hogy edző vagy. Az a kérdésem, hogy miért kezdted el velünk ezt a vállalkozást? Hát tulajdonképpen nekem nagyon bevált az Archi, 3 éve fogyasztottam, és jó időben kérdeztél meg engem, hogy szeretnék-e esetleg ebben foglalkozni, én meg igen mondtam. Lehet hallani? Igen. A Páva Máriának van a mikrofonja fölkapcsolva, és neki kéne lekapcsolni, most lehet, hogy lekapcsolta. Igen, lekapcsolta. Igen. Mondhatod, jó, tehát Julika. Lehetett érteni, hogy igen. Az Archival kezdtem, mert kérdeztelek, hogy tudsz-e ajánlani valami jó vitamint, mert szeretnék váltani, mert már nagyon unom azokat, amit már évek óta szedek, és akkor ajánlottad az Archit, és ez nekem nagyon bevált. És 3 év után kérdeztem, hogy olcsóban is esetleg hozzá tudnék-e jutni, és akkor mondtad, hogy persze. És akkor hogy szeretnék belépni? Hát nekem mindegy, ahogy te gondolod. És akkor mondtad, hogy akkor legyen 2 pontos. Mondom, akkor legyen 2 pontos. És tulajdonképpen 3 év után így léptem be, és azóta is fogyasztom a termékeket, már behoztam az egész családot. Tulajdonképpen már a testvérem, a fiamék, az unokáim, mindenki fogyasztja. Úgyhogy ha kérdezed, hogy mi a célom, hát nyilván az a célom, hogy a családom előbbre jusson. Ha tetszenek nekik a termékek, akkor ők is tudjanak ebben foglalkozni. És Julika, úgyhogy elmondott, hogy hány éves vagy? Ez azért fontos, mert iszonyú erőt tudsz adni minden korosztálynak, de főleg a tiédnek. Ugye, hát 50-ben születtem, úgyhogy lehet számolni, hogy 19 múltam, igen. És, de hát én 4 sportot csináltam, atletizáltam, tornáztam, teniszedző is vagyok, és most még korcsolyázom. Ugye már 8-an vagyunk edzők, úgyhogy én már csak asszisztálok, de ma is voltam 2 órás edzést, tartottam 1 óra száraz, 1 óra jég, és iszonyatosan élvezem. És így, hogy az Archit fogyasztom, szárnyakat kapok, és már a tanítványaim szülei is fogyasztják, és a kislány jön be a jégre, hogy Juli néni, amit apunak adtál, attól szárnyal. Úgyhogy még reklámot is csinál a többi gyereknek és a többi szülőnek, úgyhogy meg sikerült egy apukát is behozni az üzletbe, az Attilát, akit te nagyon jól ismersz. Most itt először a tegnap az Archit, és azt mondta, hogy elképesztő milyen hatása van. Pedig köztudott, hogy a gyógynövényeknek később jön a hatása, nem? Igen. Amikor már valaki hosszabb ideje fogyasztja. De ez az Archi úgy látszik, nekem ez lesz a sikerem. Kati, mit szólsz? Helyes, én benne vagyok.
még egy szupervájzor. És azt el szeretném így a végén mondani, hogy Julika nagyon sok olimpiai bajnokot, meg világbajnokot nevelt már ki jégkorong, vagy korcsolyába, és ehhez is gratulálunk, és nagyon büszkék vagyunk rád, meg Julika igazából offline dolgozik, és így is működik a dolog. Köszönöm szépen! Nagyon köszönöm! Én kis csapatom. Köszönöm, hogy meghallgattatok minket, és akkor csütörtökön fogunk találkozni, ahol Varga Robi Gyémet, Zafir menedzser. Igen? Bocsánat, mielőtt elköszönsz, kérlek, te is beszélj egy kicsit magadról, jó? Mert jó, még van pár percem, köszönöm. Köszönjük. Hát Varga Kati vagyok, van egy fodrászszalonom, 2004-ben lebénult a karom, én akkor ismerkedtem meg a termékekkel, de nem láttam az üzletet, mert mással voltam éppen elfoglalva, vállófélbe voltam, 12 milliós tartozásom volt, majd 2015-ben azt láttam a szponzoromon, hogy repked, szárnyal három gyerek mellett, mondom, tök mindegy, mit szed nekem, ez kell, mert lefele mentem éppen egészségileg, és akkor leültünk a Ne Felejts utcába, átbeszéltünk egy csomó dolgot. Én 3 hónapig töményen elkezdtem használni a termékeket, a tapasztalatokat gyűjtöttem, és rendezvényekre jártam. Akkor még nem voltak annyira ilyen zoomok, hanem élőbe. És akkor én ott ezt hallottam meg, hogy örökölhető, és hogy jogdíjas. A jogdíj azért, mert nem szeretnék nyugdíjasként aktívan dolgozni sem egy takarító cégnél, sem a szalonomban, hanem csak a Foreverbe. A másik pedig az, hogy van egy kislányom, aki a mindenem. Én annak idején egy bőröndel jöttem el otthonról, és én szeretnék neki sokkal többet adni és hagyni. És az én nagy vágyam, igazából az, hogy egy olyan csapattal, olyan csajokkal, fiúkkal dolgozzak együtt, akik elfogadnak engem olyannak, amilyen vagyok, és elfogadják azt, amit mondok, mert abban biztosak lehetnek, hogy nekik akarok segíteni. És köszönöm szépen, hogy engem is meghallgattatok. És akkor... Varga Katalin menedzsert hallottuk. Köszönöm szépen.